Született hét Hugo, a becsületes földön futó éjszakai szállást keres a város széli erdőben. Búbanya, a barlanglakó útbaigazítása nyomán elérkezik a kóborszállóba, és megismerkedik annak különös lakóival, Rebekával, a beszélő macskával, Bolíviával, a lustakötés címzetes egyetemi tanárával, Lust Alfonzzal, a nyugalmazott operaénekessel és Gizikével, a kóborszálló nagylelkű házi asszonyával. Hogy ezután mi történik? Az kiderül Molnár T. Eszter a Kóborszálló című meséjéből, amelyből az író ad nekünk most ízelítőt. Molnár T. Eszter vagyok, és a Kóborszálló című meseregényből fogok olvasni. Hetedik fejezet, Dino új gazdája. Hazafelé menet, Hugo 9 megállóval a végállomás előtt leszállt a buszról. Bement a kisboltba, a zsebében talált apró pénzből, vett 7,5 a párizsit, aztán átsétált az út túloldalára, ahol a nagy, rózsaszín házkertjében a kerítés mellett várt rá a barátja. Egyszer hallotta, hogy a gazdája Dinónak szólítja a Rottweilert, és magában igazat is adott neki, mert az állatnak valóban olyan hatalmas fogai voltak, amekkorát addig ő csak a dinoszauruszos akciófilmek plakátján látott. Viszont bármilyen ijesztő volt ez a dino, olyan vidáman csoválta a farkát, hogy Hugo soha nem tudott szívtelenül elmenni mellette. Aznap jó kedvében hosszabban maradt a megszokottnál. Dino egy szétvágott papucsra emlékeztető valamit hozott oda neki, és úgy csoválta a farkát, mintha arról akarná meggyőzni, hogy a nyálas bőrcafat tulajdonképpen egy labda. Nem volt mit tenni, Hugo eldobta neki olyan messzire, amennyire csak tudta. Amikor mind a ketten megunták a játékot, hosszan vakargatta Dino fületövét és pocakját. Végül elővette a zsebéből a párizsit, de abban a pillanatban el is ejtette a csomagot, mert Dino hangos margásba kezdett. Most miért vagy úgy felháborodva? Kérdezte Hugo sértődötten. A párizsi már nem is jó. Neked csak a mangalica kolbász kéne? Nem tudhatta, hogy Dinónak, mert tulajdonképpen azért sem rajongott különösebben, igazából nem a párizsival volt baja, hanem azzal, hogy sejtette, a párizsi után Hugo hamarosan el fog menni, és akkor véget ér a játék, a vidámság. Ehhez Dinónak semmi kedve nem volt. Vuf, vuf, mondta Dino határozottan. Értem, nem kell a párizsi, felelte Hugo. Akkor menj meg egy személyen. Folytatta, és egyből a szájába is tette egy szeletet. Vuf, vágta le Dino, mire Hugo, mintha értené, elé is oda tette egyet. Egy ideig csendben falatoztak, de 7,5 a párizsi sem tart örökké. Hugo összegyűrte, és a zsebébe süllyesztette a zsírpapírt, megsimogatta Dino fejét, és elindult az úton lefelé. Dino most nem ugatott. Csendben, lehajtott fejjel kísérte végig Hugót a kerítés másik oldalán. Ne keseredj el ennyire, öreg fiú, mondta Hugo vigasztalon. Egyszer veled is minden jóra fordul. Nézd csak meg engem. Tegnap előtt még földönfutó csavargó voltam, ma meg szobában alszom. Nem kis dolog, még ha pókokkal és egy rablóval kell osztoznom a szálláson, akkor sem. Esett az eső, fújhat a szél, engem meleg dunyha véd. Dino nem szólt egy szót sem, megadóan poroszkált az orgonabokora irányába. Hugo búcsot intett neki, lelépett a járdáról, és átvágott az úttesten. Először észre sem vette, hogy nincs egyedül. Csak amikor a busz megállóban megfordult, hogy megnézze, közeledik-e már a busz, akkor látta, hogy Dino ott áll mellette, és békésen csoválja a farkát. Te meg mit keresel itt? Kérdezte Hugo meglepődve. Menj szépen haza, jó? Vuf, jelentette ki Dino. Nem jöhetsz velem. Vuf, vuf, haza kell menned. Vuf, a házgazdádnak hiányozni fogsz. Vuf, vuf, ezt most miért mondod? Ha nem is játszanak veled, attól még biztosan észrevennék, ha nem lennél ott. Vuf. Hugo érezte, hogy itt semmire sem megy. Hát elindult a nyomában a kutyával a nagy rózsaszínház felé. Mikor a kapuhoz ért, kicsit tétovázott, majd becsengetett. Sejtette, hogy nincs otthon senki, hiszen már fél órája állt a kerítés előtt, és nem látott mozgást a fehér csipkefüggönyök mögött, sőt, hangokat sem hallott a ház felől. A csengetésére nem is érkezett válasz. Hugo a fejét vakarva állt az egyik lábáról a másikra, és közben maga elé motyogott. Hugo, Hugo, most mit fogsz csinálni? Az nem lehet, hogy ez a kutya rajtam ragadjon. Mit kezdek vele? Gizike biztosan kidob, ha meglátja. A motyogás megszakítva időnként rászólt Dinóra. Itt maradsz, ül, jó kutya. Majd megpróbált elindulni a busz megálló felé, de hasztalan, mert Dino, mint az árnyék, a nyomában volt, így az utca végén Hugo kénytelen volt újra és újra sarkon fordulni,
és visszacaplatni a rózsaszínház kapuja elé. Mielőtt Hugo Dinoval a nyomában fel és alá sétálgatott az utcában, Vicky répát hámozott a konyhában. Ubul, a képzeletbeli pingvin láthatatlan darabkákkal jól lakott, viszont ma ragaszkodott hozzá, hogy a maradékot nem hagyhatják szégyen szemre megromlani, hanem bele kell főzni a zöldséglevesbe. Vicky nem rajongott különösebben a zöldséglevesért, de a répa hámozás papával egész jogmulatságnak bizonyult. Papa megengedte, hogy felálljon a sámlira, így Vicky sokkal magasabbról nézett le a világra, mint rendesen. Soha nem gondolta volna, hogy innen el lehet érni a hűtő tetejét, ahol mama fogadkozása ellenére egy kis műanyagtában még ott száradozott a félig elszopogatott nyalóka, amit a múltkor a vacsora miatt kellett félretenni. Sőt, az is kiderült, hogy a polcon a fűszertartó mögött rejtőzik papa titkos csokoládéraktára, ahonnan csak időnként vesz elő egy-egy darabot. Bár a felnőttek élete végtelenül unalmasnak tűnt, Vicky kezdte megérteni, hogy mégiscsak lehetnek előnyei annak, ha valaki nagyra nő. Persze nézelődés közben nem lehet olyan gyorsan pucolni a répát, mint az ember képzelné, így a mama hamarosan üvegeskedni kezdett, hogy soha nem lesz kész az evét. Vicky eleinte mindenképpen szerette volna maga befejezni a felnőttes feladatot, de amikor sietni próbált, megbökte abba a hüvelykujját, úgyhogy végül mégis a papa kezébe adta a krumplihámozót. Azonban a sámliról nem mászott le, kíváncsian kémlelte az utcát. Ebből a magasságból a szemközti rózsaszínháznak például nem csak a teteje, hanem a kertje is látszott. Sőt, a félelmetes Dino kutya is. Bár innen nézve, Dino egyáltalán nem volt félelmetes, csak egy apró folt az utca végén. Aztán, ahogy Vicky jobban megnézte, feltűnt neki, hogy a kutya nem a kerítés belső oldaláról riogatja a verebeket és ugatja a járókelőket, hanem a kerítésen kívül van, ráadásul egészen szokatlan módon nem vicsorog, hanem a farkát csóválja. Egy férfi állt mellette, neki csak a háta, majd a felemelt keze látszott. Valamit elhajított Dino felé, mert a kutya hátrébb ugrott és felvonított. Az a bácsi bántja Dinót, kiáltott fel Vicky. Erre már mama is odalépett az ablakhoz. A férfi ismét felemelte a karját, és megint Dino felé ugrott, és Dino megint ugrott, és vonított. Hé, miért dobálja maga kővel azt a szegény kutyát? Kiáltott ki papa az ablakon. A férfi nem pillantott fel az ablakra, csak behúzta a nyakát, mint akit rosszban sántikáláson kaptak, és elsonfordált a busz megálló felé. Az egyetlen furcsaság csak az volt, hogy Dino, ahelyett, hogy folytatta volna a macskák riogatását, vagy amit ilyenkor csinálni szokott, szorosan a férfi nyomában járt, és így az utca végén együtt tűntek el Rickyék szemáról. Hugo tanácstalan volt, el sem tudta képzelni, mihez kezdjen. Egy kicsi, aranyos kutyus talán még elnézze neki Gizike, de Dino hatalmas volt és ijesztő. Azt remélte, ha valamit jó mélyen behajít az orgonabokorba, azzal el tudja terelni a kutya figyelmét, de hiába pazarolta két alig penészes paradicsomot, nem nyert vele időt, mert Dinónak kivételesen eszébe se jutott játszani. Helyette rettentő komoly szemekkel nézett Hugóra, és olyan panaszosan vinnyogott, hogy egy másik házba ki is kiabált valaki. Nem volt mit tenni, el kellett indulni hazafelé. Te tényleg velem akarsz jönni? Kérdezte Hugo, amikor a busz megállóhoz értek. Dino nem felelt. Csak a fülét vakarta meg a hátsó lábával. Ézd meg, mi ketten nem élünk egymáshoz. Te egyfajta tiszta rottweiler vagy, én meg csak egy földönfutó csavargó. Nem tudlak eltartani, látod, magamat is alig bírom. Honnan szerezek neked napi 2 kiló színhúst? Hugo, mint aki a maga részéről lezárta a beszélgetést, lefeküdt, és Hugo szakadt cipőjére tette az állát. Nem mozdult egészen addig, amíg a busz meg nem érkezett. Hugo titokban reménykedett, hogy nem engedik felszállni, mivel a kutyán nincs szájkosár, de csalódnia kellett, mert a vezető úgy tett, mintha nem is látná Dinót. Amikor a végállomáshoz értek, lekecmeregtek, és logóról elbandukoltak az öregember és a kutya szobra mellett. Mi lesz velem? Töprengett Hugo, ahogy egyre közeledtek Gizike házikójához. Mi lesz velem? Törte a fejét Dino is. Vajon Gizike ki fog hajítani a sötét erdőbe? Kérdezte Hugo. Vajon Hugo vissza fog zavarni a gazdáimhoz? A hideg kutyaházba? Morfondírozott Dino. Remélem, legalább az eső nem ered el, mondta Hugo, és aggodalmasan kémlelte a feje felett gyülekező felhőket. Vuff, felelte Dino mélységes egyetértéssel. 8. fejezet. Jó a kutya a háznál. Szerencsére Gizikét nem olyan fából faradták, hogy csak úgy kidobja a házába érkező váratlan vendégeket. Bolíviával ellentétben sikoltozni és jajveszékelni sem kezdett, csak a kezét csapta össze meglepetésében, amikor kipillantott a konyha ablakán, és meglátta, hogy Hugo oldalán egy nagy, fekete kutya közeledik a kerti ösvényen.
Hugo megállt a verandán, mert nem merte Dinót egyedül hagyni a kertben, és a házba se akart vele együtt belépni. Udvarias ember volt, tudta, hogy nem mindenki szereti, ha a vendégségbe érkező kutya összejárkálja a szőnyeget. Dino, mint aki már is otthon érzi magát, békésen leheveredett a lábtörlőre. Nem messze tőlük, lusta Afon zavartalanul szúnyogált egy karosszékben. Nem ébredt fel sem Bolívia sopánkodására, sem a bejárati ajtó nyikorgására. Hoztam egy kis zöldséget a vacsorához, mondta Hugo, és Gizike felé nyújtotta a súlyos bevásárló szotyrot. Milyen kedves, felelte Gizike, de nem mozdult és nem is nézett Hugóra, hanem Dinót tartotta szemmel. Meg még valami mást is hozott, ha jól látom, kiabált ki Bolívia a konyha ablakból. Igen. És itt van ez a kutya is. Dino a neve. És mondja, ez az állat a magáé? Kérdezte óvatosan Gizike. Azt nem mondanám. Talán kölcsönbe kapta? Sajnos azt sem mondhatom. De ugye nem lopta el a gazdájától. Nézze, Gizike, úgy néz ki ez a kutya, mint akit csak úgy el lehet lopni. Hát igaza lehet, csóválta meg a fejét Gizike. De akkor mégis, mit keres itt? Bevallom őszintén, nem tudom levakarni magamról. Mindenhová követ, mint az árnyék. Érdekes, mérte végig Gizike Hugót. De vajon miért? Nem tudom, felelte Hugó komolyan. Talán azért, mert időnként játszottam vele. Gizike egy aprót lépett Dino felé, majd még egyet, végül már olyan közel állt hozzá, hogyha lehajolt, meg tudta simogatni a kutya nagy, fekete fejét. Jó kutya, ügyes kutya, mondta, aztán felállt és bekiabált Bolíviának a konyhába, hogy nézze meg, maradt-e még a töpörtyűből. Hugo összeszedte minden bátorságát, és már majdnem megkérdezte, hogy ott maradhat-e Dino csak egyetlen éjszakára, de abban a pillanatban megjelent a verandán valaki, akiről egy rövid időre még mi is elfeledkeztünk. Rebeka a kert felől érkezett. Teljesen gyanútlanul, és miért is ne lett volna gyanútlan, hiszen ebben a házban, ebben a kertben macska emlékezet óta nem jártak hatalmas, cakkos fogú fejlevadak. Aztán, ahogy a kecses faroklengetéssel felsétált a lépcsőn, megérzett valami idegen, ismeretlen illatot, meleg állatszagot, feketét és fenyegetőt. Megtorpant, és ideges ízbe görbítette a hátát. Abban a pillanatban meglátta az óriást, aki még mozdulatlanul fehevert a lábtörlőn, de a fülét már hegyezte. Rebeka megpördült a tengelye körül, és eszeveszett rohanásba kezdett. Dino egészen elandorodott Gizike simogatásától, így szégyen szemre észre sem vette, hogy egy betolakodó közelítette meg a házat. Egy furcsa, karistoló hangot hallott először, mintha apró karmok koccantak volna a lépcsőn, aztán megérezte a szagot is. Egy macska lapult valahol, egészen közel. Dinónak, mint jó házőrzőnek, azonnal tennie kellett valamit. A szemes sarkából látta a círmos villanást, és mintha rúgó lökte volna, úgy ugrott utána. Majdnem Gizikét is felborította közben. A macska kövér volt, de elég kitartó. Dino kötelességtudóan kergette végig a rúzsalugacson, át a kopott kapun, a szúros bokrokon és a magas füvön keresztül, de utolérni nem tudta. Aztán hirtelen rámosolygott a szerencse. Az üldözött elfáradhatott, mert menedéket keresve beugrott egy sziklaódúba. Dinónak több se kellett. Teljes erejéből vágtatott a barlang felé. Nincs is könnyebb ellenfél, egy sarokba szorított macskánál. Mire Hugo észbe kapott, Dino már az erdőben csörtetett a menekülő Rebeka után. Hugo is utánuk vetette magát, de nem ám a megszokott ollógatos bandukolással, hanem öles léptekkel trappolt az ösvényen. Hetet, hét úr! Állítsa meg a kutyát! Kiáltott utána Gizike rémülten. Ahogy a lábai engedték, ő is szaladt Hugo nyomában. Mit művelsz? Ide hozzám, üvöltött Hugo, de hasztalan. Dino akkor sem engedelmeskedett volna neki, ha véletlenül hallja a hangját. Ha engedelmes kutya lett volna, eleve nem kíséri el Gizikéhez, hogy ott az első adandó alkalommal felfalja az új szállásadója egyik legjobb barátnőjét. Mi lesz ebből? Mondta Hugo magában. Mi lesz ebből? Kérdezte Bolívia, aki a konyhaablakból nézte, hogyan üldözi Dino Rebekát, Hugo Dinót, Gizike pedig húgult. Lusta Alfonz megigazította a szemére csúszott hálósipkát, és riadtan nézett körül az üres verandán. Úgy rémlett, felriadt valamire. Mintha kiabálást hallott volna, talán valaki meg is lökte a karosszékét. De mire a szemét kinyitotta, teljes volt körülötte a nyugalom.
ki kiabált volna itt, vakarta meg a fejét, mosolyogva Alfonz. Soha nem tűnt még ilyen békésnek az ős erdőszerű kert. Csak egy eltévedt szellő ringatta a rózsákat a rugasban. Búbanya csak hivatlan vendégek elriasztására szokott horkolni. Ha valóban aludt, csendesen szuszogott, mint egy kisbaba. Így volt ez abban a pillanatban is, amikor Rebeka berobogott a barlangjába, és bebújt a pokróca alá. Búbanya szemében azonnal kiment az álom, de mielőtt megszólalhatott volna, újra elsötétült a barlang bejárata, és egy pillanat múlva egy hatalmas test vetődött a matraca felé. Jaj, mamám, kiáltott fel Búbanya. A falhoz lapulva nézte a vicsorgó kutyát, és a kieresztett karmú, fújó macskát az ágya végében. Nem lesz ennek jó vége. Aztán a kutya előre lendült, de a sarokba szorított macska sem volt rest, villámgyors mozdulattal kapott az ellenfele érzékeny orra felé. Búbanyának se kellett több, hanyat homlott menekült a biztonságosnak gondolt rejtek helyéről. Ahogy kilépett a barlangból, Búbanya megtorpant, és neki támasztotta a hátát a sziklának. Teljesen elvakította a délutáni napsütés, a fák és bokrok helyett csak szikrázó csillagokat látott maga körül. Nem úgy Gizike, aki hugonyomában éppen akkor élt a tisztásra, amikor Búbanya előkecmergett, így jól meg tudta figyelni az elétáruló furcsa jelenetet. Mert az bizony igencsak különleges volt. Nem csak azért, mert a félelmetes fogazatú dínó szűkölve menekült a barlangból, és az aprócska Rebeka loholt utána, hanem azért is, mert a titokzatos búbanyát, akinek évek óta hordta ki a vacsora maradékát, még Gizike sem látta soha. Márpedig Búbanya egyáltalán nem úgy nézett ki, mint amilyennek elképzelte. Olyannyira, hogyha nem lett volna rasztás a haja, a ruhája meg rettentően koszos és szakadt, el se hitte volna, hogy magával Búbanyával áll szembe. A hangja alapján tagba szakadt alaknak gondolta, olyan magasnak, mint egy égi messzelő, akkora kezekkel és lábakkal, mint egy péklapát. Ehelyett egy soványka és szomorkás alak állt előttük. Valószínűleg Hugo is megdöbbent, mert földbe gyökerezett a lába, úgy bámult a búbanyát, mint aki teljesen elfeledkezett Dínóról és Rebekáról. Viola, kiáltott fel Hugo hitetlenkedve. Hugo, lehelte maga elé Búbanya. Megpróbált visszahúzódni a barlang védelmébe, de még mindig káprázott a szeme, így nem találta meg a bejáratot. Végül tehetetlenül legyintett, lejut a sziklafal tövébe, és kezébe rejtette az arcát. Hugo nem lépett közelebb, mint a félt volna, hogy Búbanya barlangostól eltűnik a szem elől. Maga itt bujkált? Ebben az adóban, kérdezte. De hát miért, Viola? Nem tudta, hogy keresem. És miért nem szólt, amikor először erre jártam? No hát, maguk ismerik egymást? Csodálkozott el Gizike. Igen, mondta Búbanya, régi ismerősök vagyunk. Nagyon régiek. Talán mondott volna még valamit, de a hangja beleveszett az aljnövényzet zörgésébe és az ágak ropogásába, mert Dino, nyomában Rebekával, éppen akkor csörtetett át a tisztáson. Dino és Rebeka még hosszasan kergetőztek az erdőben, hol a kutya üldözte a macskát, hol fordítva. Mikor mind a ketten elfáradtak, döntetlent hirdettek, és elhevertek a verandán, ahol Bolívia igazságosan elosztotta közöttük a töpörtyű maradékát. Gizike nagy nehezen rábeszélte Búbanyát, hogy jöjjön be a házba, cserélje le a koszos és szakadt ruháit, és kivetelesen próbálja ki, milyen asztalnál ülve vacsorázni. Búbanya szemlátomás rettenetesen szégyellős volt, pedig amikor tisztára mosott arccal és cínik kinőtt ruháiban belépett a nappaliba, már sokkal inkább Violának nézett ki, mint a félelmetes Búbanyának. Szerencsére nem kellett sokat beszélgetnie, mert a többiek mind nagyon szerettek szerepelni. Lusta Alfonz volt a leghangosabb, a saját szavába vágva mesélt el egymás után ötször is, milyen rettenetes rizgalmakat élt át a verandán, amikor Dino megkergette Rebekát. Ketten viszont különösen csendesek voltak az estén. Sunyi, Sanyi és Hugo. Sanyinak valószínűleg máshol járhatott az esze, mert amikor hozzászóltak, összerezzent, és a vicceken már nem akkor nevetett, amikor a többiek, de sajnos az általános izgalom közepette, ez senkinek nem tűnt fel, mint hogy az sem, hogy Hugo egyetlen szót sem szólt attól kezdve, hogy beléptek a házba, viszont annál gyakrabban felejtette a szemét Búbanya Violán. Amint befejezték a vacsorát, Viola megköszönte a vendéglátást, és elbúcsúzott a háziaktól. Hugo felállt, hogy elkísérje, aztán meggondolta magát, és visszajött az asztalhoz. Köszönöm szépen a figyelmet!